Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves magyar barátaim! Magyarország New York-i főkonzulátusának nevében engedjék meg nekem, hogy köszönthessem Önöket, egyúttal gratuláljak az amerikai magyar iskolák találkozójának idei megszervezéséhez. Szeretném a szervezőknek külön megköszönni, hogy még ebben a nehéz időszakban sem adták fel, életben tartották az amitot. Sajnos ezúttal rendhagyó módon, az eddigi hagyományoktól eltérően online formában, és nem személyesen tudom köszönteni Önöket. Gratulálok 7 éves fennállásukhoz, önálló szervezeti formában való működésük harmadik évfordulójához. Amit Önök képviselnek, az az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, hiszen tudást adnak át egy új nemzedéknek. Önök aféle jövőépítők, módszereikkel pedig képesek megváltoztatni a világot. Az Önök munkájának hála, gyermekeink itt a diaszpórában sem vesznek el, magyarságuk megmarad, az élő magyar nyelv révén aktív kapcsolatuk marad hazájukkal, Magyarországgal. A diaszpórában való létezés egyik feltétele ugyanis a magyar nyelv. Ha van valami, amiben a magyar történelem során szinte mindenki egyetértett, akkor az az, amit Széchenyi István úgy fogalmazott meg, nyelvében él a nemzet. Hozzá hasonlóan fogalmazott Desenyei György is, aki szerint minden nemzet a maga nyelvéről ismertetik meg leginkább. Vagy Kölcsey Ferenc, aki így vallott koranagyjaihoz hasonlóan. Nemzeti életet nyelv nélkül gondolni lehetetlen. Vagy akár Kisfaludy Sándor, aki a magyar nyelvhez való viszonyát ekképp foglalta össze. A nyelv a lelke a nemzetnek. Önök, diaszpórában élő és tanító pedagógusok, önkéntes tanítók, erőt, energiát, időt nem sajnálva tanítják, nevelik gyermekeinket. Átadják a magyar nyelv szépségeit. Az Önök munkája nélkül elképzelhetetlen a határon túli magyar élet. A tudás az egyik legjobb befektetés, a magyar nyelv pedig az egyik legsokszínű, legszebb nyelv a világon. Kevesebbek nem, csak többek lesznek tőle, fiataljaink. Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, sajnos Önök nem érhetnek el minden magyar gyökerű gyermekhez ebben az országban. De Önök elég optimisták ahhoz, hogy minden nap rászánják magukat, és megpróbálják mindezt. Mi a magunk részéről ezt az áldozatkész hozzáállást nagyra értékeljük. Ezért is örülök annak, hogy ilyen sokan részt vesznek ezen a konferencián. Minél többen vannak, annál erősebbek vagyunk, és annál nagyobb eséllyel tudják szervezetüket még hatékonyabbá tenni, még több családot meggyőzni arról, hogy a magyar oktatásnak a határokon túl is van értelme. Egy valamiről nem szabad elfeledkezni. Ha egy gyermek visszagondol a saját oktatására, tanárokra emlékszik, nem módszerekre vagy technikákra, mert a tanár az oktatás szíve. Nincs kétségem afelől, hogy az itt jelenlevők mindegyike szereti hivatását és szívből oktat. Mi pedig ezért tiszta szívből hálások vagyunk. Bízom benne, hogy a szokatlan, mindenki számára érthető körülmények ellenére is sikeres konferenciát folytatnak majd, és a résztvevők idén is fontosnak találják az iskolák közötti kapcsolatépítés ezen formáját. Több éven át Magyarország New York-i főkonzulátusa biztosított helyszínt a konferencia megrendezéséhez. Az idén nem is, de bízom benne, hogy jövőre már a megszokott módon ismét személyesen itt New Yorkban köszönhetem Önöket. Megkezdett munkájukhoz sok sikert kívánok, engedjék meg, hogy köszöntőmet egy Nagy László idézettel zárjam. Vezesd őket, utat ne tévesz, s magadhoz mindig hű maradj, mert élen állsz, és messze látszol. Ne feledd, példa vagy. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Mi együtt működünk.